A mostani videóban azt nézzük meg, hogy pontosan hogyan is hat az almaecet a szervezetünkre, és ezek a hatások hogyan segítik a fogyást. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az almaecetben az a csodálatos, hogy egy napot sem kell várni arra, hogy megtapasztaljuk pozitív élettani hatásait. Ha úgy döntünk, hogy mától vagy holnaptól alkalmazzuk, már első alkalommal el is kezd dolgozni a testünkben, azonnal ki is fejti a hatásait. Az almaecet fő hatóanyaga az ecetsav, melynek pH értéke 2,5 körül mozog, ami igen savasnak mondható. A sósav pH-ja ugye 1-es. Az ecetsav először is inaktiválja a gyomorban az amiláz enzimet, amely a keményítőket bontja le cukorra. Tehát az amiláz csinál a burgonyában, a kukoricában, a búzában, vagy mondjuk a rizsben lévő keményítőből cukrot. Azzal, hogy az ecetsav lelassítja az amiláz aktivitását, sokkal lassabban fognak a keményítők cukorrá alakulni az emésztő rendszerünkben. Azzal, hogy az ételből lassabban adagolódik a cukor a szervezetnek, elkerülhetők a drasztikus vércukorszint ingadozások, amelyek egyébként okai az inzulinrezisztenciának és a gyulladásoknak, a gyulladások pedig a krónikus betegségeket okozzák. A zsír raktározás elkerülésének és a zsírégetés beindításának a kulcsa az inzulintermelés és a nagy inzulin ingadozások kordában tartása. Az ecetsav második hatása, hogy jelzi az izmoknak, hogy több cukrot vegyenek fel a vérből. Tehát az almaecettől fokozódik az izmok cukorfelvétele, ami azt eredményezi, hogy gyorsabban ürül ki a cukor az erekből, ezáltal gyorsabban csökken az inzulin, így kevesebb lesz a károkozás az erek falán. Ez a hatás majdnem olyan, mintha edzenénk, súlyzóznánk, vagy valamilyen fizikai tevékenységet végeznénk. Ennek a hatásnak további előnye, hogy csökken a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata, illetve kevesebb lesz a teher a májon. Az ecetsav hatással van a mitokondriumok energiafelhasználására is. A mitokondriumok a sejtek legbelső részei, az erőművek, ahol az energia előállítása történik. Az ecetsav az L-karnitinnal együtt elősegíti, hogy több zsír szállítódjon a mitokondriumokba, így végeredményben arra készíteti a mitokondriumokat, hogy több zsírt égessenek el, más szóval a zsírégetésünket direkt módon fokozza ezzel. Az almaecetben lévő ecetsav segít aktiválni az AMPK enzimet. Ez egy kulcsfontosságú sejtenergia érzékelő enzim, amely a testünk átállítását is vezérli a zsír tárolásról a zsír égetésre. Amikor hosszabb ideig nem jutunk ételhez például, vagy mondjuk intenzíven edzünk, a test érzékeli, hogy most egy ideig nem jut ételből energiához, így ennek az AMPK enzimnek a segítségével jelez, hogy fel kell szabadítani az elraktározott zsírokat, és egyébként a szénhidrátokat is, hogy ezekből nyerjen a szervezet energiát. Tehát az ecetsav képes ezt az enzimet aktiválni. Ez is egy direkt zsírégető hatás az almaecettől. Az almaecet erősíti a gyomorsavat, ami azért fontos, mert nagyon sokaknál a gyomorsav pH-ja lúgos irányba tolódott el. Rengeteg emésztőrendszeri tünet, mint puffadás, bélgázok, reflux, annak köszönheti, hogy nem elég erős a gyomorban a sav, azaz nem elég savas, ami azt eredményezi, hogy nem bomlanak le megfelelően a fehérjék, és nem tudnak hasznosulni megfelelően az ásványi anyagok. Ez az elégtelen emésztés szinte minden embernél kisebb vagy nagyobb mértékben közrejátszik a túlsúly kialakulásában. Az emberek többségénél a vér pH-ja is elmozdul az ideális enyhén lúgos állapotból a lúgosabb irányba, leginkább a sok stressz és a sok szénhidrát miatt. A vér pH-ja, ha csak egy picit is megváltozik az ideálistól, az már is óriási változásokat eredményezhet a kémiai folyamatokban. Például az enzimek működésében, illetve az ásványi anyagoknak a mozgatásában a vérben. Az almaecet erre is hatással van, így azzal, hogy erősen savas, a lúgos irányba elmozdult vér pH-t visszatereli az enyhén lúgos ideális állapotba. Ez a fogyás szempontjából azért fontos, hasznos, mert az anyagcserében résztvevő enzimek így teljes erőbedobással tudják végezni a feladataikat, azaz a zsírok és a szénhidrátok feldolgozása maximális kapacitással tud működni. És végül nézzük meg, hogyan célszerű alkalmazni az almaecetet. Az almaecet italból érdemes inkább szüretlent fogyasztani. 1-2 evőkanálnyi mennyiséget keverjünk el 1-2 deciliter vízben, és ígyuk meg. Adhatunk hozzá stéviát, édesítés gyanánt, ízesíthetjük frissen facsart citromlével, vagy tőzegáfonyalével, gyömbérrel,
és fahéjjal is. Az almaecet italt vagy az almaecet kapszula bevitelét érdemes az étkezésekhez kötni, a legjobb evés előtt 20 perccel vagy fél órával, de étkezés közben és utána is fogyasztható. Megtámogathatjuk az almaecetet betainhidroklorid-dal és emésztőenzimekkel is, amelyeket közvetlenül az étel elfogyasztása előtt vigyünk be. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!